Gábor Nagy Árpád kisgyermekkorában, mint minden fúvós furuján kezdett. Megosztotta a művész, hogy volt egy nagyon jó tanára, Baranyai György, aki megtanította a klarinét alapjaira és fortéjaira. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karán folytatta, majd tanítani kezdett. A diploma után törekedtem arra, hogy lehetőleg minden harmadik évben csináljak egy-egy szólókoncertet, vagy bármi, ami a klarinettel kapcsolatos. Szólóestet, kamaraestet, a legutolsó az már régen volt. Az utolsó nagy koncertem után az akkori vezetőim jelezték, hogy ha már úgyis formában vagyok, akkor 2012-ben rendezték Dombováron az első országos fúvós és ütő tanároknak rendezett versenyt, és itt nem a tanítást mérik, hanem a hangszeres produkciót. A mottója az egész versenynek az, hogy ugye nem tettük le a hangszert. Oly annyira formában volt Gábor Nagy Árpád, hogy sikerült bezsebelni az első helyezést. Azóta eltelt 11 év, és már családot alapított és tanít a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Kevesebb idő jut az intenzív gyakorlásra és szóló koncertre is. A klarinét művész megosztotta, hogy a zeneiskolai fúvós és ütőhangszeres tanárok 4. országos versenyén a szenior korcsoportban indult. Érdekes módon a szeniorok közt indultak a legtöbben. És bizony azt kell, hogy mondjam, hogy voltak meglehetősen jó színvonalú produkciók. Nyilván nagyon boldog vagyok, mert megtisztelve érzem magam, hogy aranyminősítésre értékelték a teljesítményt, és hogy az a titkos tervem úgy tűnik, hogy mégiscsak sikerült, hogy most már ezt a kiemelést, ezt egy nívódíjjal jutalmazták. Az első megmérettetésén 2012-ben azt az útravalót kapta, hogy két szóló helyett legalább egy zongora kíséretet is szívesen meghallgatnának a zsűritagok. Ezt megfogadva indult az idei versenyem. Két zongora kíséretes művet választottam. Az egyik az Gáde fantáziadarabok. Gádéról azt kell tudni, hogy ő egy dán származású zeneszerző, és a Mendelssohnnal és a Schumannnal voltak kortársak, tehát abszolút a romantika kellős közepében vagyunk. És fantáziadarabok, ez egy négytételes, és tehát bóriázik a romantika. Inkább a zenéről szól, inkább arról szól, hogy az apró részletekben mit tud a hangszeres. Nem tűnik nehéznek a szöveg, és nekem az a meglátásom, hogy minél többet gyakoroltam ezt a darabot, egyre nehezebbnek találtam, épp a letisztultsága miatt, épp a kényessége miatt. Gábor Nagy Árpádot mind a kétszer Benkő Zoltán zongoratanár kíséretében hallhatta a zsűri, aki korrepetítori külön díjat nyert.